Mácsai Pál 20. század című dalával kezdtünk. Azt tudom, hogy Fullajtár Andrea 10 éves korában ezt mondjuk rongyá hallgattad, ezt elmondtad egy ilyen katonás beszélgetésben, mikor Mácsai Pállal ültetek és beszélgettetek, amit én nagyon élveztem. Ez nagyon-nagyon jó volt a beszélgetés. Azért volt részemről nagyon érdekes, mert hát nem vagy te egy riporter, mint tudjuk, de azért voltak jók a kérdéseik, mert két szorongó ember találkozása, és oldottátok ott egymást, mind a ketten elmondtátok, hogy tudtok szorongani. Abszolút. És olyan érdekes, hogy én nagyon sokszor hallom színészektől, hogy szorongósak, és a színpad jelenti számukra a kitárulkozást és a teljes biztonságot, hogy te is ezt érzed? Hát végül is most már 28 év után mondhatom. Szerintem, hogy igen. Tehát, hogy van valami oldó jellege, traumaoldó jellege annak, hogy az ember színészként egy csomóféle alak bőrébe bújik, és megfejt személyiségeket, és azon keresztül bizonyos értelemben saját magát is megismeri szerintem. Egyébként vannak olyan iskolák, ahol művészeti iskolák, ahol a bábozás az alapvető oktatási eszköz, és pont az a célja, hogyha valaki szorong, vagy pedig nagyon háttérbe húzódik, akkor belebújik egy bábnak a bőrébe, vagy a kezére húzza, és akkor a báb mondja el azt, amit ő nem mer, vagy ha ő nem mer úgy kinyílni, vagy kilépni a nyilvánosság elé. Hát igen, de hogyha belegondolsz, a családállítás fogalma az gyakorlatilag, tehát amikor teljesen civil emberek, akiknek semmi közük a színházhoz, kapnak egy szerepet, mármint azt mondják nekik, hogy mit tudom én, te XY anyja vagy, nemtől függetlenül, te pedig az apja, és azonnal elkezdenek úgy működni zsigerileg bizonyos helyzetek. Ez számomra akkor volt csodálatos, mikor az Istenhaza családot próbáltuk Tarnóci Jakabbal, és ő azt kért tőlünk egy hosszú improvizációt, aminek az volt a lényege, hogy minden színésznek titokban elmond egy infót, hogy ő kicsoda, és utána egy bulit kell végigcsinálnunk, több mint 2 óra volt, és ők járkálnak közöttünk kamerákkal. Tehát figyelik, hogy viselkedünk. És attól, hogy ezek a relációk, ezek bizonyos elemek nyilvánosak voltak a színészek számára, a többit pedig csak az adott színész tudta, olyan elképesztően kezdtünk egymással szemben úgy viselkedni, ahogy a Jakab kérte. Tehát például én Ruy de Viviennel azonnal úgy kezdtem el viselkedni, mint hogyha az anyja lennék. Úgy figyeltem őt, úgy reagáltam a mozdulataira, úgy idegesített fel a lázadása, tehát azonnal kialakultak viszonyok, és én szerintem ez pontosan a színháznak a varázsa, és ezért jó nézőként is a színházban ülni, mert azonnal rákapcsolódom bizonyos aspektusokra, vagy bizonyos történésekre a saját az életemben éppen szereplő helyzetek miatt, és ugyanígy színészként is nagyon jó megcsinálni, mert estéről estére valami más konfliktus zajlik le a színészek között, tehát soha nem ugyanaz az előadás. És mondjuk, ha nézőként ülsz a színházban, akkor pontosan ugyanúgy át tudod adni magad az előadásnak, mint én, és ugyanúgy tudsz sírni és nevetni, és elhiszed, hogy nem tudom, ott az a történet egy szerelmi dráma? Hát, ha jól van játszva, akkor igen. A mai napig én ettől érzem, hogy miért akartam színész lenni. Amikor nézőként ülök a nézőtéren, és megérint valami, akkor mindig tudom, hogy aha, na ezért akarom én csinálni ezt. És miért akartál színész lenni? Ez hogy fogalmazódott meg benned annó? Hát valami visszafolythatatlan közlési vágy. Valami, ami egyszerűen ki akart jönni. Na, de ez nem a te gondolatod. Mindig valakinek a gondolatát kölcsönözöd, és továbbadod. Igen. És hol vagy benne te akkor? Hol van a te gondolatod? Ahogy én érzésed? Megformálom, vagy ahogy én megfogalmazom, szerintem ott. És akkor attól lehet jó a színész, hogy te megformálod, és attól lehet mondjuk rossz egy színész, hogy automatikusan elmondja azt, amit elolvasott, megtanult, és eljátsza. Én szerintem... hát ki a rossz színész, vagy milyen a rossz színész, talán úgy lehetne leginkább megfogni, hogy egyfajta szakmányban csinálja a szerepeit. Tehát nincs személyes viszonya hozzájuk, nem kötődik valamilyen értelemben hozzájuk, nem titoknak kezeli, nem megfejtendő személyiségnek fogja fel a szerepeit, hanem úgy tekint rájuk, mint valamire, ami délután 2-kor, vagy este 10-kor véget ér, és onnantól nincs. Na jó, akkor mit csináltál akkor, amikor 25 éves voltál, és akkor ugye még fiatal voltál? Mondhatni. Mondhatjuk, igen. Tehát viszonylag fiatal színész voltál, és mondjuk el kellett egy 42-45 éves hajléktalant játszanod. Tulajdonképpen arról a világról nem nagyon tudhattál semmit, egy polgári családból érkeztél, nem az utcán nőttél föl. Mit kezdtél ezzel? Hát... Ugye ez eredetileg még a mesterségórán volt egy feladat, tehát nem a pályámat kezdtem ezzel a szereppel, hanem a főiskolán Zsámbéki Gábor azt kérte hármunktól az osztályban, hogy foglalkozzunk ezzel a monodrámával, és én akkor lejártam az aluljárókba, és próbáltam keresni hasonló típusú hajléktalan nőket, mint akiről a monodráma szól. És beszélgettél is velük? És gyakorlatilag nagyon gyorsan megtaláltam konkrétan azt a nőt, akivel Csalog Zsolt beszélgetett. Annyira illett az egész személyiségére, meg a partnerére az, ami le volt írva, hogy onnantól én magabiztosan oda is mentem hozzá, és megkérdeztem tőle, hogy ugye önnel beszélgetett Csalog Zsolt, és hát ő már nevekre nem emlékezett, meg azért nagyon... hogy mondjam, szétesőben volt az ő memóriája amúgy is, a saját életével kapcsolatban is, de azért arra emlékezett, hogy valakinek ő hosszan beszélt magáról, és na most én ott például nagyon-nagyon sokat vettem le a gesztusrendszerből, tehát nagyon sokat figyeltem őt, és ez segített... Jó, de ahhoz az érzékenységet kellett hozzá. Persze. Tehát, hogy nagyon-nagyon beleélted magad, igen. És nem a színpadi létbe, hanem az igen. Utcai létbe. De hogy ez segített, hogy bizonyos értelemben egy idősebb karaktert össze tudjak rakni. Tehát borzasztó fontos volt. Az emberi sorsok a mai napig nagyon érdekelnek? Nagyon. És a mai napig raktározom el, hogyha találkozom egy olyan emberrel, vagy egy olyan reakcióval, amit még nem láttam. Öntudatlanul is, tehát beépült a mindennapi működésembe, hogy elteszem, mert valamikor a színpadon ez egyszerűen elő fog jönni, és tudom használni egy szerephez, ami így nagyon önzőn, vagy nagyon csúnyán hangzik, de valójában minden alakításnak ez a szépsége, hogy ahogy egy szobrász megformálja az izmokat egy testen, úgy formáljuk mi meg színészek mondataiban a karaktereket. Az önzőségről jut eszembe, hogy pont egy pszichológustól olvastam talán, hogy akkor, amikor az ember jótékonykodik, meg adakozik, akkor is önző, mert a saját vágyait elégítik ki, hogy jónak kell lenni. Aztán ott igen. Van a jótékonyságának a tárgya, vagy élőlénye, aki ezt eljuttatja, de hát akkor a színészet. És ilyen mi az, ami most ugye az utóbbi időben megragadott téged, amit már elraktároztál? Emberi sorsot esetleg? Hát ezt most így nehéz hirtelen. Annyi minden van, mert itt olyanokat képzeljen, hogy egy-egy hangsúly, vagy egy hirtelen mozdulat, ami váratlan az adott karaktertől. Most éppen túl vagyunk egy premiéren, amit Kocsis Gergely kollégám által írt színdarabot mutattuk be, ő is rendezte, ahol nekem egy elég különleges szerepem van, mert nem szólalok meg az előadásban gyakorlatilag egyáltalán. A KEDD című darab a Kamrában, és pont a premier előtti napon velem szembe jött egy nő az utcán, és azonnal megéreztem, hogy biztos vagyok, nem tudom honnan tudtam, de biztos vagyok benne, hogy külföldi, hogy nem ért semmit abból, hogy ő most éppen hol jár, és hogy nem turista itt Budapesten, hanem valami elől jön. Valahonnan jön, ahol neki rossz volt, és tehát ott maradtam a környéken, elkezdtem figyelni, és nagyon-nagyon gyorsan kiderült, ahogy leült egy helyre, és kiment hozzá a pincére, hogy elkezdett viselkedni, abból látszott, hogy azonnal levettem, hogy vele valami ilyesmi történik. És ilyenkor az ember mindig azt érzi, hogy oké, akkor ez most egy bizonyos jel, hogy valami az a készülő előadásunkhoz így kívülről egy ilyen megerősítés, vagy hogy mondjam... plusz inspiráció érkezik. És mit játszol, vagy mit nem játszol, mit nem szólalsz meg a kedben? Az alapszituáció az, hogy van egy kocsma, amit elfelejtettek bezárni, és oda járnak többen minden nap, és egyszer csak, és állandóan nézik a híreket a tévében, amit a néző persze nem hall, hogy milyen híreket néznek, azt a néző képzelheti, hogy kb. Milyen hírek ömlenek ránk manapság a világból, és hogy egyszer csak megjelenik egy nő közöttük, aki nem szólal meg, és minden szereplő mást vetít bele, hogy honnan jön, hogy ki lehet, hogy stb. Hát ezt csináltad, akkor te itt, amikor leültél és találgattad, hogy honnan jött. Tehát ez milyen érdekes, hogy ez így összecseng ez a kettő. Hogy vagy most a hírekkel? Mennyire figyeled vagy nézed? Mert azért eléggé megviselik az embereket legalábbis engem egészen biztos, amiket most hallok, látok, nem tudom, hogy nézzem, vagy kikapcsoljam, tehát, hogy meddig szabad nézni, vagy mikor kell elzárni a tévét, rádiót. Sokkoló valóban, és az embernek már nincsenek szavai arra, hogy hol tart most a világ, és hogy mennyire éles ellentétben áll azzal, ahogy a technikai felkészültségünk, ahol a technikai felkészültségünk tart, és ehhez képest, ahol az emberségünk, meg a pszichénk, így általában az emberiségre értem, amilyen állapotban az van. Tehát a kettő az éles ellentétben van egymással. Éppen a napokban állandóan próbálom megérteni, hogy mi zajlik, és ezért keresek olyan embereket, akik okosabbak nálam, és valahogy megvilágítják a helyzetet, és pont a gázai konfliktus kapcsán egy történésznek, Hararinak az elemzését olvastam, aki elég pontosan összerakja, hogy mi vezetett idáig, és akkor se lehet felfogni. Tehát egyszerűen nem lehet felfogni, hogy a 21. században ez megtörténhet. És amikor az ukrajnai háború kirobbant, akkor is azt éreztem, és ha már a székfoglalómat említettem, ugye Politkovszkaja életéről szóló előadást játszottam, aki hát nagyon-nagyon mély ismerője volt az orosz megszállás történetének. De ez a csecsen időszak. De ez a csecsen időszak, igen, csak nagyon sok párhuzamot lehet találni a kettő között. Ugye ott is az ő személyisége is egy olyan személyiség, aki nagyon-nagyon alaposan látta az okokozati összefüggéseket, de akkor sem tudott mit kezdeni azzal. Tehát a humánum nem tud mit kezdeni azzal, ahová el tud sodorni, amilyen szélsőségekbe el tudja sodorni a világot a gyűlölet és a konfliktus keresés. Nekem azért is jutott eszembe ez az újságírónő, mert most a napokban, akik bírálta Putyinnak a dolgait, azt az újságírót, vagy nem mondom, hogy megölték, hanem nagyon különleges körülmények között meghalt, de most sokan halnak meg különleges körülmények között, vagy kiesnek az ablakon, vagy valami történik. De ez egy érdekes, hogy amit egyszer mondtál, hogy ezt a könyvet, ennek az újságírónak az életét egy karácsonyra 3 embertől kaptad meg, tehát nagyon ismert téged, hogy mi az, amire te fogékony vagy és vevő vagy. Hát igen, akkor jelent meg magyarul, mindjárt mondom, 2018 decemberében jelent meg a magyar fordítása Politkovszkaja orosz naplójának, és valóban arra a karácsonyra 3 embertől is ezt kaptam ajándékba. Hozzá kell tennem, Politkovszkaja orosz naplója oroszul a mai napig nem jelenhet meg, sőt egyetlen írása sem jelenhet meg. Ez azért kivételes egy újságíró életében, egy oknyomozó újságíró életében szerintem, vagy munkásságával kapcsolatban. És azt is el kell mondanom, hogy október 7-én volt az évfordulója annak, hogy Politkovszkaját Putyin születésnapján, vagy 6-a, bocsánat. Neked mikor van a szülinapod? Neked szeptemberben. Én szeptemberi vagyok, igen, akkor... de október 6-a, bocsánat, igen, tehát az Putyin születésnapja, igen. És aznap lőtték le Politkovszkaját, mai napig tisztázatlan, hogy ki volt a megrendelője ennek a gyilkosságnak, és ő volt az első újságíró. Tehát ővele kezdődött ez a bizonyos elintézési mód, hogy és ez a monográmat átláthatatlan, ugye jól emlékszem? Átnevelhetetlen, bocsánat. És amit mondasz, hogy mindig keresel valami okos embert, akivel megbeszélheted, itt is ez bírozol, tehát megtaláltad, és vele beszélgettél a székfoglalód után. De ez egy érdekes, hogy a kamrában volt a székfoglalód, tehát hogy kivitted a saját közegedbe. Hát igazából ez úgy volt, hogy amikor tavaly decemberben hívtak föl, hogy taggá választottak, ami egy hihetetlen élmény volt, meg nagyon nagy megtiszteltetés, és akkor utána sokáig gondolkoztam, hogy én rettegtem attól, hogy egy hosszú székfoglaló beszédet kelljen mondanom, mert én színész vagyok, tehát alapvetően más a terepem, mint egy elméleti tudósnak, vagy egy elméleti. Bocsánat, hogy itt Szinetár Miklósnak olvastad a székfoglalóját? Persze. Mert az se nem tudós nem volt, se nem hosszú nem volt, és csodálatos volt, mert a saját lelkét tárta ki. Igen. Csak én valahogy azt éreztem, hogy hozzám közelebb állna, mégis színházat csinálhatnék, és akkor ebben erősített meg Máté Gábor, aki elmesélte, hogy az ő székfoglalója is egy előadás volt, és utána magáról az előadásról beszélt. És akkor megkérdeztem a SZIVA vezetését, mármint az akadémia vezetését, hogy benne lennének-e abban, hogy én is valami hasonlót csináljak, és nagyon boldogak voltak, mert azt mondták, hogy ez mindig különleges, hogyha nem egy beszéd hangzik el, hanem tehát egy alkotás lehet megnézni. És akkor így jött az ötlet, hogy akkor legyen az átnevelhetetlen, legyen a kamrában, és akkor utána meghívok valakit, akivel beszélünk Politkovszkájáról, meg erről az egész csecsen kérdésről. A doktori disszertációdat befejezted? Nem. Mert valahogy, amikor én ezt olvastam, hogy akadémiai taggá választottak és felkértek, valahogy ez jutott eszembe, hogy az SFM miatt zajló, meg úgy te ott osztályfőnök voltál, igen, hogy ez egyfajta vigazdíj, hogy nem engedik el a kezedet, hogy fontos vagy. Nincs. De akkor mi nem fejezted be a doktoridat? Hát mert az én doktorimnak az alaptémája az egy olyan, tehát egy olyan témát választottam, amiről azt gondoltam, hogy ehhez még kell kutatnom, ehhez még sok gyakorlati órát kell lefolytatnom, ami a színészképzésben történik, hogy fel tudjak állítani egy igazi modellt, tehát ne csak egy-egy példával tudjam igazolni, hogy szerintem milyen mély lenyomatokat okoz a színészben az, hogy szerepeket formál meg, és hogy a színészképzésben hogyan lehetne felkészíteni jól a diákokat arra, hogy ne rámenjenek a pályára, hanem jól tudjanak gazdálkodni a saját idegrendszerükkel, meg energiáikkal, és én azt gondoltam naívul, hogy erre nekem lesz időm, és hogy én, ha már az abszolutóriumot leraktam, és ennek az egyetemnek egy több mint óraadó tanára lehetek, akkor lesz elég időm foglalkozni diákokkal, hogy valóban összerakjak ebből egy jó anyagot, ne csak megírjam a disszertációt, hanem tényleg legyen mögötte kutatás. Érted? És aztán berobbant ez az egész dolog. Még mindig nem tartok ott, hogy ne érzelmileg reagáljak az egészre, tehát még mindig nagyon fájdalmasan érint, ami történt, és a mai napig úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon csúnya dolog volt, ami ott történt. Azóta ugye látszik, hogy hova eszkalálódott az egész helyzet, tehát hogy hova ment tovább a gömböc, merre gurult, úgyhogy én akkor ott, én azt hiszem, hogy ezt elengedtem, hogy én doktorit írjak. Tulajdonképpen teljesen fölösleges is, hiszen ma már sehol nem kérnek. Hát ez csak magadnak kell szerintem, nem? Hát neked lett volna fontos, igen, mert valamibe beleástad magad, és hogy ezt végigcsinálj. Bocsánatot kérek a hallgatóktól, még egy picit beteg vagyok, ezért köhögök. Elnézést. Sajnálom. Gyógyulást. De azért tudsz játszani, nem? Vagy ott is. Muszáj, persze. De ott nem köhög az ember előadás közben. Érdekes, hogy hát nézd, nyilván előfordulnak helyzetek, amikor muszáj, és akkor valahogy megoldod, de azért alapvetően össze tudod szedni magad arra másfél-két-három órára. Amikor az életedben valami tragédia vagy dráma történt, és volt ilyen, azt tudom, akkor hogy tudtad összeszedni magad, hogy mondjuk este a színpadon helytáj? Most azon gondolkozom, hogy milyen jó szemléltető példát hozzak. Nekem például édesapád halála jutott eszembe, és tudom, hogy ő nagyon-nagyon fontos volt számodra, és én nem olvastam, hogy azt írták volna, hogy előadás elmaradt Fullajtár Andrea valamilyen oka miatt. Ott tanultam meg egyébként, abban az időszakban tanultam ezt meg, hogy az idegrendszer mire képes. Úgy képzeld el, minthogyha izmok sokasága lenne, amik képesek tágulni, szűkülni, erősödni, vagy szakadni adott esetben, és apu, mikor már beteg volt pont, akkor próbáltam egy vígjátékot. Mi mást? Na, az volt egy ilyen iskola, hogy szemben azzal, ahogy a civil életem amilyen helyzetben akkor zajlott, ahhoz képest kellett az idegrendszeremet arra trenírozni, hogy világos ritmusban, pontosan, polkával, így, úgy, poénokat kidolgozza, tehát ezt a kettőt kellett egyszerre csinálnia. Nem mondom, hogy egyszerű volt, sőt, de ott kezdtem el ezt megtanulni, hogy mennyire fontos, hogy megtanítsd magadnak előhívni a már megtanult vagy begyakorolt idegrendszeri ugrásokat. És ha ezeket megtanulod jól használni, akkor későbbiekben is sima mozdulatok, vagy a jelmezet látványa, vagy egy illat, vagy egy kollégáddal a szövegösszemondás visszahívja azt a fajta idegrendszeri állapotot, amiben akkor vagy, amikor próbáltad. De akkor ez egy nagyon-nagyon megterhelő dolog színésznek lenni, ha állandóan az idegrendszeredből kell valamit előhívnod, visszahívnod. Hát ha erre gondolunk, akkor ugyanide hoznám mondjuk egy idegsebésznek, igen, vagy egy pedagógusnak a munkáját. Hát mindenki igazából, aki alkot, aki valami emberekkel foglalkozik, aki valami fontosat csinál, az folyamatosan az idegrendszerét veszi igénybe, még akkor is, ha nem tud róla. Nálunk ez azért fontos, hogy tudjuk, mert hogy minden szereplőnek más az idegrendszere, tehát azt kell megmutatni. Ezért aztán nagyon kell ismernünk, hogy melyik idegrendszer hogy működik, melyik ember gyorsabb, lassabb, beszédhibás, nem tudom, más a mozgása, érted? Ezek mind idegrendszeri sajátságok. Ezért használjuk többet ezt a fogalmat, vagy ezért tudunk róla többet talán, mint mondjuk az a orvos, aki megállás nélkül, mit tudom én, a traumatológián ügyel. Te semmi más nem lehettél volna, csak színész? Hogy érted ezt? Matematikus, mint édesapád, vagy nem tudom én, professzor, vagy orvos, vagy tanár, vagy bármi. Hát ugye tanárnak készültem, tehát a bölcsészkarra felvételiztem is, csak aztán mikor kiderült, hogy van esélyem mégiscsak valahogy színészkedni, akkor gyorsan abba hagytam. Tehát az nagyon közel állt hozzám mindig, a tanári pálya nyilván, meg hát sok minden érdekelt azért, tehát én akartam én embriológus lenni, meg újságíró, meg szóval voltak ilyen, de egyik sem volt annyira mélyen bennem, mint aztán ez a És az sincs benned, hogy annyira bizonytalan a világ, muszáj több lábon állni, hogy mi lesz veled, Andrea, hogyha kiszalad alólad a színészi pálya, mondjuk elkezded elfelejteni a szöveget, vagy nem tanulod, akkor mit fogsz csinálni? Hát most eléggé komolyan foglalkoztat egy tüdőgyógyász doktornővel, Várdi Katalinnal közös munka, amiben nekem az a dolgom, hogy a rehabilitációban segítsek azoknak, akik valamilyen tüdőbetegségen estek át, és segítsek megtanulni újra a tüdejüket, a tüdőkapacitásukat visszaépíteni. És ez iszonyúan érdekel. Ehhez neked is kell tanulnod, vagy ez abszolút tudod, hogy hát egyrészt tudom használni azt a rengeteg tudást, amit én összeszedtem a beszéddel, és egyáltalán a légzéssel kapcsolatban a saját szakmámból. Ez az egyik oldala, másik oldala pedig, hogy én magam is képezem magam ezzel párhuzamosan, hogy értsem azokat a betegségeket, amiken ezek az emberek túlesnek. És ez a kettő nagyon jól oda-visszaható folyamat. Én iszonyú hálás vagyok Várdi Katalinnak, hogy ez eszébe jutott rólam, mert világok nyílnak most ki nekem. Akkor már találkoztál ilyen emberekkel? Tehát elkezdődött? Igen. De jó. Nagyon-nagyon élvezem ezt a munkát, és nagyon sokat jelent azután, hogy a tanítás hirtelen félbeszakadt. Nekem mindig fontos volt, hogy a színház mellett legyen egy olyan szintén alkotó és valami teremtő munka, ami nem valami bulvár oldala a színészetnek, hanem tudom használni azt a tudást, ami van, de közben én is fejlődöm, és ez pont beérkezett az életembe újra. De ez nagyon jó, ez tényleg nagyon jó lehet. Abszolút más közegbe dolgozni és élni. Amit én például sok mindent tudok róla, de azt most hallottam talán először, hogy neked van egy testvéred. Igen. Tényleg? Kisebb, nagyobb. Nem hallottam valahogy, most olvasgattam róla, és csak annyi volt, hogy a testvérem, de többet nem is árultál el. Aha, 11 hónappal fiatalabb, mint én. Ő gondolom abszolút civil ember, igen, akkor, hogy igen, nem volt a nyilvánosság előtt. Milyen volt a ti családotok? Nagymamádról sokat tudok, mert a naplóját megírtam, mert volt idő, amikor arról sokat meséltél, mikor foglalkoztál vele. De hogy milyen volt ez a Fullajtár család? Hát ami nagyon érdekes, és ezen állandóan elgondolkozom, hogy ez biztos, hogy minden magyar családban van valami hasonló helyzet, de ez szerintem szélsőségesen érdekes a mi családunknál, hogy anyai ágon az anyai nagyapám francia bevándorlók a 18. századból, ami nagyon fura, az anyai nagyanyám, ő ugye zsidó család, apai oldalon az apai nagyanyám germánok, németek, és szerbiai magyarok az apai nagyapámnak a családja. Tehát egy olyan elképesztő keverék, ami családunk, egy olyan tégelye annak a 20. századi történelemnek, amiben a népírtás, a holokausztól, a szerbiai mészárlásokon keresztül annyi minden történt, hogy... Kutattad a családod történetét? Hát kutatni nem nagyon kellett, azért bármelyik rokonommal beszélgettem, ott egészen véres történetek jöttek elő nagyon hamar. És ez talán azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy én ennyire érzékeny vagyok minden olyasmire, ami az elnyomásra, kirekesztéssel, az emberi, hogy hívják ezt? Szóval azt hiszem érthető, hogy abszolút, miről akarok igen beszélni, tehát hogy valahogy ez mindig különösen megviselt engem, gyerekként is. Nagymamáddal milyen volt a kapcsolatod, vagy mennyit voltatok együtt? Nagyon sokat, amíg, tehát tulajdonképpen minden hétvégét náluk töltöttem, aztán később velük is éltem sokat, a nagyszüleimmel. Tessék? Miért éltél velük? Hát így alakult az életem, hogy gimnáziumban már náluk laktam, és onnantól nagyon-nagyon hosszan gyakorlatilag, ha nem is egy lakásban, akkor hozzájuk közeli albérletben, hogy tudjak segíteni, ha bármi van. És igazából arról nagyon-nagyon sokat tanultam a nagymamámtól, hogy ezt a 20. századot, ezt 60 féleképpen lehetett és kellett túlélni. Mikor találtad meg az ő naplóját? És miért az a címe, hogy 10 hónap Babilonban? Hát mert 10 hónapig volt Auschwitz, Birkenau, Dachau. És miért Babilont adta címnek, azt tudod? Hát amiatt a téboly miatt, amiben ő ott létezett. Hát igazából én abban nőttem fel, hogy ő a naplóját 78-ban jelent meg a nyomtatásban, de ő, amikor én kicsi gyerek voltam, akkor ő ezzel foglalkozott, hogy hogyan szerkessze össze azokat a naplókat. De erről mesélt neked, hogy most milyen naplót szerkeszt, tehát tudtál róla minden? Mindig annyit, amennyi éppen a koromnak megfelelő volt, mert azt láttam, hogy dolgozik valami, és akkor mindig kérdezgettem. Meg voltak ezek a ceruzacsonkok, amiket Auschwitzból hazahozott, és mindig azokkal akartam rajzolni, és ez sose engedte nyilvánvalóan, mert ugye az a két csonk, az nagyon-nagyon fontos volt neki, úgyhogy ettől aztán különösen titokzatos volt nekem ez az egész, hogy mi ez a történet. Honnan volt ceruza Auschwitzban, nem kérdezted tőle? Fejadagért, a saját fejadagjáért. Tehát valakinek oda ajándékozta és kapott, igen, tehát folyt a kereskedelem. Igen, papírdarabokat is így szerzett, hogy nem evett, és akkor... Ennyire fontos volt neki, igen, hogy megírja, hogy hát kiírja. Ez tartott, ez ettől nem bolondul. Volt. Igen, igen. De lényeg az, hogy gyakorlatilag én ebben nőttem fel, tehát szép lassan, aztán persze el is olvastam, aztán meg már nagyon sokat kérdeztem őt, hát így. Ez kapható, ez a napló még? Szerintem antikváriumokban van már csak meg. És ebből te nem csináltál monodrámát, darabot? Nem. Nem? nem tudok elég távolságot tartani vele. Tehát nem tudnám úgy kezelni, ahogy egyébként egy írott szöveget színészként szoktam kezelni, tehát rálátok, hogy mik az erősségei, a gyengeségei, hol kell húzni belőle, hol nem. Amikor egyszer úgy fogom érezni, hogy na, most ezt, tehát olyat például már csináltam, hogy olvastam belőle hosszabb részletet, tehát például Gárdos Péternek a dokumentum sorozatában, hogy nagyon hosszú részletet olvastam fel belőle, mert ott nem kellett, tehát nem azzal kellett, mint egy dokumentumot tudtam olvasni belőle, és azért nem. Is olvastad, és nem mondtad? Igen. Mert olvastam egyszer egy ilyen kritikát, nem tudom, hogy ez eljutott-e hozzád, hogy jaj, színésznő, és nem tudta megtanulni, olvassa. És akkor nekem az jutott eszembe, hogy pont ez a távolságtartás, hogy nem mondod, nem éled bele magad, hanem olvasod, és ezzel jelzed, hogy kívülállóként tudod ezt mondani. Igen, meg hát ott igazából az volt a lényeg, hogy nagyon-nagyon közelített családi történeteket kellett vagy elmesélni, elmondani, illetve hát az én esetemben én nem szerettem volna beszélni, hanem azt szerettem volna, hogyha nagymamám szövege szól. És gondolom azért nem adod át másnak, hogy legyen ebből egy monodráma, mert még úgy érzed, hogy esetleg ez egyszer a te dolgod lesz? Mindenképpen az én dolgom lesz, én emlékszem, hogy ezt a nagymama kérte is. Kérte? Hát amikor már neki ez világos lett, hogy én színész leszek, akkor azért mondta nekem, hogy ugye, akkor majd csinálsz valamit a naplóból. Hát akkor ezzel van kötelességed. Mindenképpen, de el kell jutnom odáig szerintem, hogy ez... Tehát azt érezem, hogy most van itt az ideje. Hát ebben teljesen igazad van, mert hogy ezt magadra erőlteted, akkor ez nem az ugyanaz. Nem az lenne, ez nem ugyanaz. Sem. Mit gondolsz magadról, és édesapádnak mondatai jutnak eszembe, amit olvastam, hogy elég tehetséges, vagy nagyon tehetséges vagy, vagy hogy értékeled az elmúlt mondjuk 30 évet? Ez nem fair kérdés, hát ezt nem mondhatod, hogy ezt én ítéljem meg. Én azt tudom, hogy az egész életemet ez határozta meg. Jó, mert édesapád mondta, fiam... ha már visszaidézem, igen. Hogy azt mondta, hogy akkor legyél színész, ha nagyon tehetséges vagy, mert könyvelő lehetsz, középszínész nem lehetsz. Igen, tehát hogy én nagyon sokat tettem bele ebbe a szakmába, tehát hogy nagyon, azt hiszem, hogy nekem hivatásom, nem pedig foglalkozásom az, hogy színész vagyok. De azt is tudod, amikor rosszabbul játszol? Mert minden színésznél van ilyen, hogy persze. Akár tőled függ, akár a rendezőtől, hogy tudod, hogy nem tökéletes a rendezés. Igen. Tisztában vagy vele. Igen. És akkor nem mondod, nem lázadsz föl, hogy ezt elszúrtad, barátom? Dehogy nem. Hát persze, de ez vele járója és hála Istennek, hogy azért lekopogom, hogy alapvetően én iszonyú hálás vagyok, hogy a katonában dolgozom, mert ott olyan a munka közegünk, hogy meg tudjuk beszélni, ha valami nem úgy sikerül, tudunk dolgozni rajta tovább. Egész egyszerűen mindannyian azért vagyunk ott, hogy egy előadás jobb és jobb legyen, nem pedig az egymás lenyomására, meg megkerülésére, vagy hogy mondjam, tehát nagyon sok olyan társulatról hallani, ahol ez a bevett módszer, és én nálunk meg mindig azt látom, hogy az első és legfontosabb, hogy az előadásért vagyunk ott. Egyébként csoda, hogy ezt még senki nem akarta tönkretenni kívülről ezt a közeget, mert tudod, mi jutott eszembe? A szocializmusban a katolikus kis templomoknál, meg egyházaknál volt, hogy én a Vörösmart utcában laktam, és ott volt egyébként egy kis kápolna, és hogyha egy pap jónak bizonyult, mert nagyon begyűjtött a gyerekeket, és nagyon szerették, akkor gyorsan elhelyezték a világ másik végére, hogy szétbomlasszák ezt a közösséget. És pont az jutott eszem, hogy a katona, hál' Istennek már hány éve, évtizede, de mennyire kis szoros és együttműködő közösség, és hogy semmi nem árthatott neki, annyira együtt vagytok. Igen. Igen, akkor ugorjunk, ugye? A fiadat kezdted el mondani, most már szép nagy fiad van, majdnem 19. Hát, most már igen, a 20-hoz közelebb van, mint a 19-hez, csak még olyan jó 19-nek mondani, mert addig még olyan mindegy. Szeretsz, igen. Meg szerettél anya lenni, amíg, most azért mondom múlt időben, mert hát már lassan önálló életet éltál, de mondjuk amikor kicsi volt, és ezt a kettőt együtt kellett csinálni. Hát az igazság, hogy én nekem az anyaság volt a másik, ami így ilyen élet meghatározó élmény, és a mai napig az, bár természetesen most már alakul át ez a szerep, és itt például nagyon sokat köszönhetek annak, hogy a szakmám a színészet, mert így azzal tudok valamit kezdeni, hogy át kell állnom arról a szerepről, amit eddig játszottam, egy másikra a fiam életében, és egyrészt ugye rajongásig szeretem a gyerekemet, másrészt eszméletlenül drukkolok, hogy az önállósodás során ő megtalálja a saját igazi útját, meg identitását, meg azt, hogy valóban ki tudjon teljesedni a saját életében. És az, hogy magyarul nem akarok rátelepedni, vagy én meghatározni, vagy érted, hogy minden mindig anya elmondja, és mégis mindig sikerül. Igen, de mindig rettegtem attól, hogy az a majom típusú anya leszek, tudod, aki egyszerűen nem engedi el, annyira ragaszkodik, annyira, és talán én úgy veszem észre magamon, hogy bár zsigerileg vigyáznám továbbra is minden lépését, azért nagyon azon vagyok, hogy engedjem az önálló majom szeretettel nevelgettek otthon? Azt nem mondanám. Nem? Nem. Pedig azt hittem, hogy tényleg? Talán pont ezért nem akarnád úgy, tehát, hogy te szembe mész. Ja, nem. Egész egyszerűen csak nyilván azért, hogy ugye ezt mondják is, hogy a fiús anyák azok nagyon rácuppannak a fiúkra, és nagyon nem akarják megengedni, hogy felnőjön, és én ezt mindig így fejbe tartottam, hogy én nagyon szeretném, hogy ezt rólam ne kelljen elmondani a fiamnak. De együtt laktok még? Már nem. Tehát ő már albérletezik, baráti albérlet, vagy úgy mondanám, hogy keresztapja baráti segítsége ez inkább, tehát még nem teljes önállóság, de azért mégis elkezdte kipróbálni az önálló életet már. Ha már hírolvasó ember vagy, és néha az ember sajnálatos módon belefut olyanba, hogy egy anya megölte a gyerekét, akkor erről milyen gondolatait támadnak? Ezt... Nem érted? Akkor elmondom. A média kapcsán jutott eszembe, ja. Meg a gyereked kapcsán, hogy épp hogy megszületett, amikor el kellett játszanod. Hát ott amivel tudtam mit kezdeni abból a szerepből, amit jól tudtam építeni, fejleszteni, az a helyzet, amikor egy nőt faképnél hagy a férfi, akiért sok mindent bevállalt, sőt, gyerekeket is vállalt érte. Ezzel a helyzettel, ezzel a csalódottsággal, ezzel a bosszúvággyal, ezzel tudtam dolgozni. És valóban, amit mondasz, azt nem tudtam próbálni, hogy gyereket ölök, és aztán ezt úgy oldottuk meg az előadásban, hogy nyílt színen nem történt meg a gyilkosság, hanem a színpadon lévő autóban két gyerek kéz csúszott végig az ablaküvegen, és akkor ez volt. De lélekben lejátszódott benned. Hát valahogy el kellett hitetnem a nézővel, hogy bennem ez játszódik le, nem ez játszódott le. Hál' sosem. Istennek. Tehát ugye ezzel nem tudok, tehát bizonyos dolgokat a színpadon nem úgy játszunk el, hogy teljes mértékben azt játsszuk el, hanem keresünk valami megfelelést, valami megfeleltethető dolgot. Ez egy arany példa a gyilkosság, hogy ilyenkor nem a gyilkosságot kell, de mondjuk hanem a motivációkat, vagy azt a szerkezetű idegműködést kell valahogy megjeleníteni, nem pedig magát De olyan volt a színészi pályafutásod alatt, mint a hajléktalannál, hogy beszélgettél és lementél gyakorlatozni, esetleg a többi darab kapcsán, hogy ha valamit játszottál, akkor igen. A való életből megtapasztaltad? Hát most Grecsó Krisztián 10 eszkimó című darabjában onkopszichológust játszom, és én nem tudtam, hogy van egy ilyen szakma, és mikor megvolt az olvasópróbánk, akkor én felkerestem egy onkopszichológust, mert szerettem volna képben lenni, hogy mi az a szakma, amit nekem elvileg ugye nagyon pontosan kéne értenem a szerepem szerint, és akkor egy 2 órás beszélgetésen vettem részt egy hospice-ban, egy onkopszichológussal, és nagyon-nagyon örülök, hogy ez megtörtént, mert iszonyú fontos szakmáról van szó, és nagyon... Nagyon jól tudtam aztán használni ezt a háttértudást a próbák során, amikor az én sebész férjem ott a színpadon, a színdarabban gyakorlatilag lefikázza ezt a szakmát, hogy ez nem szakma onkopszichológusnak lenni, és közben nagyon-nagyon fontos szakma. Tehát például igen, szoktam ilyet csinálni, főleg azért, mert nagyon-nagyon sokat tudok akkor a próbán ebből használni. Tehát van, amikor azt segít, hogy hozzáolvasok, van, amikor azt segít, hogy filmeket nézek hozzá, és van, amikor azt segít, hogy konkrét emberrel találkozom, vagy konkrét embereket figyelek meg. Édesapád beteg volt, és úgy ment el? Rákos volt. Ott hol tudtál, vagy kitől tudtál segítséget kérni, hogy hogy kell egy beteg ember mellett élni, létezni, őt segíteni, őt támogatni, gyógyítani, mert szerintem az majdnem nehezebb, mint betegnek lenni, mert a beteg sodródik a betegségével, de a segítő nem tudja, hogy hogy segítsen. Ez egy nagyon rapid rák volt. Tehát olyan gyorsan alakult metasztázissá, hogy nem nagyon volt idő erre. Nem nagyon volt idő arra, hogy azzal foglalkozunk, hogy mi hogy vagyunk, így körülötte, hanem gyakorlatilag kapkodtuk a fejünket, hogy mi történik, mire észbe kaptunk, gyakorlatilag elment. Tehát akkor még inkább az volt, hogy utána ezt az egészet feldolgozni, hogy úristen, és hát ráadásul ugye 47 éves volt, tehát már én 3 évvel többet éltem, mint ő. Túlélted, igen. Igen. És amit olvastam, hogy ti nagyon-nagyon nagy beszélgetősök voltatok, és nagyon... Hát kamaszkoromtól kezdve nekünk nagyon közeli lett a viszonyunk, és igen, éjszakában nyúlóan beszélgettünk sokat, ja. Igen, de akkor egyik oldalról megmondhatod azt, hogy tulajdonképpen nem maradt hiányérzet, mert végigbeszélgettétek az életet. Vagy maradt még kérdés? Maradt, persze. Maradt még, amit szerettél volna sok megkérdezni? Minden maradt, de az meg a gyerekkorommal kapcsolatos, és azt hiszem, hogy megállás nélkül teszem fel a kérdéseket mai napig hozzá. Csak ilyen elképzelt válaszaim vannak. És mit nem értesz a gyerekkorodból? Nagyon-nagyon nehéz válságokkal teli házasságuk volt anyámmal. Gyerekként rendkívül nehéz volt ezt élni, megélni. Mind a ketten nagyon megszenvedték ezt az egészet. De együtt és maradtak? Nem, elváltak végül. És minél inkább idősödöm, és minél inkább próbálom a saját traumáimat jól feldolgozni, meg megérteni, annál inkább látom, hogy ehhez mind a két szülővel kéne még sokat-sokat beszélgetnem, sokat-sokat ezt az egészet átgyúrni, meg megérteni, hogy én magam képbe kerüljek saját magam, hogy mit, miért csinálok úgy, ahogy csinálom. De hát tulajdonképpen nem tudom, hogy találkoztál ezzel, hogy dr. Máté Gáborral én több ízben találkoztam, beszélgettem, felolvastam estjein, stb. Tehát hozzám nagyon közel áll, hogy ő a traumákat megközelíti, és ő neki ez alaptétele, hogy amennyit lehet, próbáljunk meg közösen feldolgozni a közösen átélt traumákból, mert közös a lenyomat, amit hordozunk, és annak a különböző szilánkjaiból rakódik össze a teljes kép. A te gyerekkori betegséged, az allergiád, az ételallergiád, az nem lehetett lenyomata egy válságos házasságnak, hogy belemenekültél? Egyrészt lehetett, de másrészt ez genetikusan örököltem apámtól. De ez csak azután derült ki, hogy már diagnosztizálták nálam, akkor derült ki, hogy ezt valakitől örököltem, és kiderült, hogy apámtól. És ez még mindig van, ez a liszt allergia? Hát persze. Tehát ez nem múlik el. Nem. De megtanultál vele együtt élni? Persze. De mondjuk a te gyerekkorodban azért ez nehéz lehetett, mert most már látom, hogy mindenkinek máshogy kell főzni a családban is, tehát nincs két ember, aki egyformán tud lenni, mindenkinek van valami korsága, tehát akkor a kutya nem tudta ezeket, hogy ilyen létezik. Az nagyon új dolog volt akkor, hát ezért nem is tudtak engem diagnosztizálni csomó helyen, tehát kivették a mandulámat, azt gondolták, az a baj, akkor a köldökömet akarták kioperálni. Akkor... De azt miért? Hát mert azt gondolták, hát mert nagyon-nagyon úgy néztem ki, mint a... Angolkorosak? Igen. És azt gondolták, hogy valami ott lehet, akkor azt a szüleim nem engedték, és akkor végül elkerültünk a budai gyerekkórházba Mickey Éva doktornőhöz, aki rám nézett, és azt mondta, hogy kell a biopszia, de hogy ez biztosan cöliákia lesz, és akkor utána hát sok év volt, amíg visszahoztak engem egy normál fejlettségi szintre, de végül is sikerült, és hát megtanultam, ezt nagyon-nagyon megtanultam, hogy diéta, mert ahogy elkezdtem diétázni, jobban lettem. Tehát... Na, de azért csak bűnöztél. Azért az ember imádja, nem a kenyeret, tehát nem. Back your pardon. Hát, hogy figyelj, megtanultál ha annyira rosszul vagy, mint amennyire én voltam, akkor az egy életre beléd vésődik, hogy hát nagyon. Hát figyelj, és ráadásul a gyerekkoromban ugye még a környezet nem vette komolyan, akkor mentünk, mit tudom én, nagy családi rendezvény, nem tudom micsoda, jaj, csak egy kicsit tettem bele, jaj, nagyon finom ez a torta, éppen csak egy ennyi van, és én mindig azt mondtam, hogy nem, kicsit sem. És ilyen fegyelmezett voltál, és gondolom, hogy ez az élet más területén is kiad ez a fegyelmezettség rád. Hát, vagy pont az ellenkezője, hogy ahol lehet, ott hát nagyon lazítasz? Talán pont ezért lettem alkotóművész, hogy bizonyos nagy amplitudókat viszont nekem muszáj megélnem. De igen, ez egy állandó önfegyelem a diéta. Egy teljes életet. Hála Istennek nem. Vagyis a géntérképét megcsináltattam, abban benne van, de nem manifestálódott génként, úgyhogy hála Istennek neki nincs intoleranciája. És ő tovább örökítheti majd a gyerekeinek, tehát neki is figyelni nem tud erre, mert ez egy adottság. Hát reméljük nem. Köszönöm szépen Fullajtár Andreának. Eltelt az egy óra. Egy gyors volt. Majd folytatjuk, jó? Azt hitted hosszú lesz. Igen. Nem, ez rövid. Jól van. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm.